Az alkotóművészek szerint a képtár pótolhatatlan vesztesége a városnak és a délalföldi régiónak, hiszen a kortárs művészet jelentős fellegvára volt. Olyan országos hírű kiállításoknak adott otthont, mint a festészeti biennálé vagy a szegedi nyári tárlat. A résztvevők ezért egyperces néma csenddel tisztelegtek a bezárt képtár emléke előtt. 3 év telt el, hogy eladták, elkótyavetyélték felelőtlenül ezt az épületet, de tulajdonképpen mi van belül? Semmi. Szóval áll azóta is, pusztul, semmi nincs helyette, és közben a képzőművészetnek nincs bázisa. Valójában ahhoz hasonlítanám, hogy ha a színészektől elvennék a színházat például. Ez a helyzet állt elő, hogy a képzőművészek nem tudnak. És valójában a Szeged kultúrája, hát a fiataloknak valójában a vizuális kultúra is hozzátartozna az általános műveltségükhöz. A művészek szerint a városban leginkább a rögpalota épülete lenne alkalmas egy új képtár kialakítására. Ez műemléképület jelenleg üresen áll, és csupán szerintünk egy politikai döntés kérdése, hogy lakóház lesz belőle, és eladják lakóházaknak, vagy pedig egy közintézményé válik a képzőművészettel új templomával. A művészek adhok képtárbizottsága reméli, hogy inkább képtár épül.